Fejér megyei Hegyesvölgyes Kőszárhegyi katlanba érkezett a motocross bajnokság utolsó futama. A pályavonal vezetése inkább a kisebb motoroknak kedvez, de nem sokára megláthatjuk, ki szerzi meg a bajnoki címeket, mert az utolsó futam előtt még nyitott a kérdés, hogy ki lesz a magyar bajnok. A 250-es és az Open kategóriában is hárman voltak még esélyesek a bajnoki címre. Reméljük, hogy locsolni fognak, mert elég nagy por volt már az edzéseken, de nem olyan túl egyszerű, hisz hát nem nagyon volt itt eső mostanában. Mi felrotáltak a pályát, belocsolták, az első edzés az mega brutál jó volt, a talaj a második edzésen egy kicsit már por volt, de most lehet látni, hogy küldik a locsolást is, hogy egy jó startot várok magamtól, és kiegyensúlyozott futamon. Második bajnoki hódmezővásárhelyen az időmérőn elég csúnyán eldobtam, és egy kulcsontörést szenvedtem. Akkor még nem igazán mertem belegondolni, hogy ez 3 hónapot fog felemészteni. Közben volt 3 műtétem, úgyhogy ez az első komolyabb verseny, ahol végül is visszatérek. A pályanyomvonal úgy nekem az úgy fekszik, szeretem is úgy nagyjából. Egy kicsit nem vagyok kibékülve a porra, attól egy picit tartok. Vannak még ilyen rossz érzéseim, nem igazán merek rendesen még belemenni ilyen poros részekbe, azért kicsit fejtem a vállamat. Úgyhogy ez ami így akadályoz egyelőre, aztán majd a futamon kiderül. Szeretnék egy jó verseny magam mögött tudni ezen az utolsó bajnokin, és megpróbálok mindent beleadni. Az elképzelésem az, hogy top 3-ba, tehát összetettben Openba bejöjjek harmadiknak. Mindenképpen szeretnék a Bencék után menni, és nem lemaradni. Aztán majd meglátjuk, hogy sikerül. Az első futam rajtja után rögtön borult a papírforma. Kornél, ahogy szokta, hozta a startot nyomában Bencével, de a második kanyarban egy szűk jobbos visszafordítóban lelassult a mezőny, amiben Szoboda Bence is belekerült, és visszaesett a jó rajt után. A kívülről forduló Marusi Dávid hirtelen második helyre találta magát, kissé meglépve a harmadik létszkegyőtől is. Közben Kori szokásos, nyugodt nyík stílusában pillanatok alatt elhúzott a többiektől, Szőke kicsit beleakadva Marusiba, az ötödik helyen motorozott. De hol lehet Németh Kornél, aki az egyik pillanatról a másikra eltűnt a mezőnyből? Ezzel hirtelen az elképesztően jó formában lévő Léczhez került a vezetés, aki magabiztos előnyt szerzett már Szovodával szemben is. Németh Kornélról körökön át senki nem tudott semmit. Végül Kori a pálya hátsó részéről került elő gyalogosan, a motornak a hátsó váznyúvány tartó eleme tört le a vázról. Ezzel használhatatlanná téve a jármű. Az élen lézgergőhöz valamennyire közelebb tudott kerülni Szoboda Bence, de igazából lőtávolon belülre nem sikerült kerülni. Gergő hibátlan motorozással tudta le a maradék köröket, és hiba nélkül nyerte a futamot. Sikerült a startom, és meglepődtem, hogy be tudok fordulni másodiknak. Kornél mögött ott tudtam beladni szerencsére egy-két kört, sikerült leolvasnom a nyomait. Nagyon-nagyon kíváncsi voltam, hogy hogy tud ilyen gyors lenni, úgyhogy be is jött ezek a nyomválasztások. És utána nagyon meg akartam nyomni ezt az egészet, láttam, hogy a Bence van mögöttem, de nem igazán tud rám jönni. Úgyhogy végig a fejemre csak az járt, hogy ezt meg tudom csinálni, és össze is jött. Az első futam az nagyon rosszul alakult számomra, és nem is rosszul, hanem nagyon nehéz volt végig versenyezni, hatalmas por volt, és alig láttunk valamit tényleg a versenyen. Biztonságra mentem egyértelműen, másik lettem, nem kockáztattam semmit, a bajnokság volt a szemem előtt, és azt kellett megnyernem.
második futamban Cornél ismét hozta a rajtot, és olyan tempóban teljesítette a köröket, hogy már a verseny elején nagy előre tett szert. Létsz Gergő eleinte az első futamban bemutatott bravúrját látszott ismételni, azonban a második helyet csak néhány körön át tudta tartani, mert hamarosan érkezett Svoboda, aki felőrölt a Geri idegeit, és nem sokkal később meg is előzte. Az előzés annyira szűkre sikeredett, hogy Létsz elcsúszott, és ezzel visszaesett a hatodik helyre. Szőke Márk, Firtosvári Gábor, Nagy Alex, Déci Balázs volt előtte, és Szolga Rihárd mögötte. A mezőny elején német Cornél hiba nélkül szinte könnyed motorozással nyert, Svoboda második lett, Szőke pedig harmadik. Ezzel Svoboda Bence simán nyerte az MX2-es bajnokságot Szolga Rihárd előtt. Openben viszont nagyon szoros lett a vége. Német Cornél és Szőke Márk között pont egyenlőség alakult ki. A nagyobb számú futam győzelem miatt azonban mégis német Cornélé lett a bajnoki cím, aki immár a 16. bajnoki trófeáját vihette haza erről a minden pillanatában izgalmas versenyről. Az első futamban egy kicsit a nem várt dolog történt, valami lett a vázammal, és ki kellett sajnos állnom. Ugye a második futamra maradt így a bajnokság végeredménye, és Szőke Márk vezetett 5 ponttal. Nekem nyerni kellett, neki harmadiknak kellett lennie, és a Bence bejött közénk, így sikerült megnyernem a bajnokságot. A Hell Energy, Leak & Love, Pro-X, Bódis Motorsport, Német Krossuli, Havasi Zoli az extra köszönetet érdemel, állandóan fel volt készítve a teleszkópom, mindig a legjobb formában volt. Úgyhogy jó volt a másik futam, a motorom az 52-es telómmal mentem, még nem versenyeztem vele. Úgyhogy örülök nagyon a bajnoki címnek. A második futam is nagyon jól indult, sikerült egy ugyanolyan startot vennem, mint az előzőbe. Eljöttem másodiknak. Az első futam után ez még közben ide tartozik, hogy volt egy csapatmegbeszélés, ugye a Bence a bajnoki címért ment. És én az első futamban rendesen kihatottam magam, a másodikban fáradtabb voltam, és gyorsabb is volt ő ennél. Úgyhogy a csapatmenedzser, a jobb egy Ákos mutatta, hogy gyorsabb vagyok, hogy engedjem el, ez volt a haditer. Úgyhogy el is engedtem. De utána nem tudom, hogy mi történt, mert meg összeakadtam vele. Tehát egy levegőbe elugrottunk, és én már motor nélkül érkeztem le. Úgyhogy hát ez így jött össze. A másik futamon ott egy kicsit jobban elkapott a hép. A létkező csapattársam nagyon sportszerűen engedett. Sajnos úgy tudtam, és nem is úgy mentem el, hanem pont elrontottam egy ugrót, és pont összeugrottunk, és sajnos elestem, mint ezettől is bocsánat kérek tőle. Ezen kívül pedig nagyon jó verseny volt tényleg végig, nem azt mondom, hogy egy tempót, de biztonságosan tudtam motorozni, nem volt semmi olyan veszélyes dolog benne. Az évről pedig, hát az évről meg a Magyarországgal együtt elismerték meg ők elégedve. Minden futamot nyertem, egy kivételve akkor is defektet kaptam. Ugye azért szereztem most a bajnokságot meg, mert kiadtam egy teljes versenyt. Nagyon szépen köszönöm az összes szponzoromnak, az egész Oxo csapatnak, tényleg nagyon jó munkát végeztek egész év során. Köszönöm mindenkinek, szurkolásnak!